Sziasztok, engem Lombos Marcinak hívnak. 16 éves korom óta írok dalszövegeket, és azért azt láthatjátok, ez nem tegnap volt. 2003 óta hivatásszerűen foglalkozom ezzel, 2008 óta pedig tartok dalszövegíró és alkotói kurzusokat is. Az elmúlt évek során rengeteg kérdést gyűjtettem össze, ezek egyrészt az én kérdéseim, másrészt azok a kérdések, amelyeket ti tettetek föl nekem. Hogy lesz valakiből dalszövegíró? Mitől jó egy dalszöveg, mitől rossz egy dalszöveg, és egyáltalán mindezt kidönti el? Miért játszanak egy dalt a rádiók? Miért nem játszanak? A dalok sorai miért ragadnak meg az emberek fejében? Na, ehhez hasonló kérdéseket teszek fel kollégáimnak, zenei producereknek, pszichológusoknak, nyelvészeknek, rádiós és televíziós szakembereknek, egy szóval mindenkinek, aki picikét hozzá tud tenni ahhoz, hogy a kép valamivel tisztább legyen. Ha tetszik, érdekel, amit látsz, iratkozz fel a csatornámra, én ezt megköszönöm. Jó szórakozást kívánok! Én meg kell valljam, hogy egy kicsit izgulok. Még soha nem csináltam ilyet. Egyébként én 10 éve tartok alkotói és dalszövegírói kurzusokat, kifejezetten face to face. Soha nem gondoltam volna, hogy ez kikerül a netre, és hát nagy öröm, hogy veletek tudom kezdeni. Én írtam egy kis bevezető szöveget, ha megengeditek, akkor ezt felolvasom. Még annyi, hogy tényleg laza hangvételű, tehát ha úgy érzitek, hogy netet kell elővenni, gitárt kell elővenni, zongorát, énekelni szeretnénk, akkor bármit lehet. Tehát, hogy okay. Így, hogy mintha egy kocsmai asztalnál ülnénk. Az a helyzet, hogy én bármi, hát mondjuk hangszert ezt elő tudnék venni, mert annyi türelemmel legyetek, akkor hogy leszaladok a könyvemért. Nekem az ragadós, hogy ezt a beszélgetést benne fogom hagyni a videóba. Ennek úgy van értelme. Abszolút. Addig elmondok egy-két mondatot. Amit én nagyon szeretnék, az az, hogy beszélgessünk az alkotói, alkotóvá, dalszövegíróvá válás folyamatáról, a fejlődésről, az első perctől kezdve, tehát hogy hogyan születik meg bennünk az alkotó. Azért fontos szerintem, hogy erről beszéljünk, mert nincsen iskolája. Tehát, hogy ezt te, én, és nyilván még ahány dalszövegíró Magyarországon, ezt el tudják mondani. Saját tapasztalatokról beszéljünk, ugye a két vendégem, akit már láthatnak a nézők, Kovács Zoli, a Honeybees zenekar dalszerzője, dalszövegírója és gitárosa, jól mondom? Igen. Illetve Pajor Tamás, aki szintén előadó, és egy kifejezetten virtuóz dalszövegíró. Te mondanál még magadról valamit, Tomi? Ez most körülbelül olyan volt, mint a Forrest Gumban az, amikor ennyit szerettem volna elmondani Vietnámról, mert semmit nem hallottam. Először felkomfortból csak egy muszlányt. Mind a ketten felnőtt és élet személyiségek vagy, illetve a karrieretekre az jellemző, én azt gondolom, hogy nem ráéreztetek valamire, amit gyorsan meg lehetett lovagolni, hanem ez egy hosszú, kitaposott útnak az eredménye. Tudatosak vagytok, hosszú időn keresztül tudtatok jót és fajsúlyosat alkotni úgy, hogy ezt el is tudjátok juttatni a közönséghez. Tehát gyakorlatilag tudjátok azt, hogy mi történik a dalban, és kb. Mi történik a hallgatói fülekben. Mind a ketten fekete övesek vagytok. Mindenem is fekete pólósok. Van az ige. Hogyan találtátok meg magatokban az embert, a gyereket, a srácot, aki dalba akarja önteni a gondolatait. És ezek tényleg az első lépések. Tehát amikor a kisgyerek föláll, elkezd totyogni, súgy, és akár le is esik. Zoli, kezdjed te, és akkor folytatom. Köszi. Nekem nagyon, nagyon rövid a történet, mert én valamikor elkezdtem ifjúkoromban 14-esen írni a kis engéimet. Aztán azokat meg is semmisítettem, mert valahol azt olvastam, hogy a nagyíró a zsengéjét megsemmisíti. Úgyhogy anélkül, hogy nagyíró lettem volna, megsemmisítettem, és nekem így kimaradt így 20 év. Tehát így konkrétan semmit. De ezt már egyébként az előzetes telefonos egyeztetésben Marcival beszéltük, hogy
én úgy lettem dalszövegíró, hogy tulajdonképpen én zenész voltam, és nem volt a környéken dalszövegíró. Ez ilyen nagyon komoly, szerintem egy csomóan lettek így dalszövegírók. Emlékszel az első dalszövegedre? Most a zsengéimből a 15 éves koromból, tehát nem. Az első dalszövegírása az úgy volt, hogy volt ez a Honeybee zenekar, és az első lemezünk az angolul íródott, mert az akkori énekesünk, a Cutor Netti, ő Ausztráliában nőtt fel, és imádott, és tudott is, tökéletes ausztrál, még ausztrál akcentus is volt, úgy énekelt angolul, mint senki más Magyarországon, és ő írta a szöveget angolul, aztán lett egy kiadónk, aki azt mondta, hogy oké, jó az, hogy angol, de legyen magyarul is. Úgyhogy először műfordítással kezdtem angol szöveg. Aki már próbálkozott ilyen, az nagyon jól tudja, hogy ez kinkeserves dolog. Igen. Angol dalszöveget magyarítani, az kinkeserves. Tehát az borzalmas. És úgy voltam vele, hogy ha még ez is ment, hogy értem el részeredményeket, akkor megpróbálkozom vele. Meg úgy láttam, hogy úgy szereti a közönség a magyar szövegeket. De hát ez már azért úgy jóval később volt, mint ahogy én elkezdtem akár zenélgetés 10 éves koromban. Ja. A legelső az ilyen volt felnőtt koromban, konkrétan. Tehát én elmúltam 40, amikor az első dalszövegeimet újra elkezdtem. És úgyhogy ez mi volt? Én ilyen speciál, lehet, hogy fekete öves lettem közben, de én 20 évig én nagyon-nagyon kis padában voltam ebben. Sőt, nem is csináltam. Én ugye magyar énekszakos tanár vagyok, tehát elvileg az irodalommal volt kapcsolatom, de dalszövegírásra nem sok. Oké, az irodalmi tanulmányok azok számítanak szerinted? Számítottak? Hogyne, szépen elvették a kedvemet a dalszövegírástól, mert ugye akkora nagy istenek vannak ott, hogy ahhoz még, és ugye hát nyilván dalszöveg, aztán rájöttem később, azért mertem elkezdeni a dalszövegeket, mert rájöttem, hogy ez nem irodalom, hanem az irodalomnak egyfajta ilyen határterülete. Nem kell nekem versenyezni József Attilával, úristen, de valóban arra jó volt, hogy alázatot tanuljak, hogy kisfiú vagyok én ehhez. Ez óriási, amit mondasz, mert hát igazából, hogyha most azt a utolsó néhány gondolatot nem tetted volna hozzá, hogy irodalomtanárnak készültél, vagy legalábbis irodalmat tanultál egyetemen, akkor nagy talány lett volna bennem, mert nem akarom előítéletesen megközelíteni, de az élettapasztalatom valahogy arra tanít, hogy azért döntően akiknek a zenéhez van talentuma, tehát kifejezetten zenészek, azok valahogy egy más karakter képeznek, mint a szövegírók, és ugyanígy a szövegírók visszafelé. Tehát nagyon ritka az, hogyha a kettő átfed legalábbis magas szinten. De akkor személyedben ez nagyszerűen ellenpéldázza azt, amit a nagy átlag nem. És hát viszont így azért érthetőbb, hogyha eleve irodalmi affinitással rendelkeztél, mert hiszen ezt nem véletlenül mentél oda, úgyhogy akkor ez csak így reaktiválódott valószínűleg, nem? Hát nem tudom pontosan, mi történt, tehát én úgy sodorodtam az eseményekkel, de ha abból indulok ki, hogy ezek a bizonyos zsengék, ezek a 10 éves koromban, mondjuk itt 15-től 20 éves koromig, amiket én ott írogattam, az nem voltak jók, de az már egyfajta belső kényszer volt, mert nem pusztán zenéket, hanem tényleg dalokat, és így egybe. Tehát nagyjából az, amit 15-től vagy 14-től 20-ig csináltam, amit befejeztem 20 éves koromban, azt folytattam 41 néhány éves koromban. Tehát, hogy igazából csak azért hagytam abba a dalírás, mert tök más közegbe kerültem. Uh-huh. A barátaim nem kifejezetten az ilyen énekel, vagy tehát nem a dal előadókat kedvelték, hanem jazz zenéket hallgattunk Orbaszájban. Reggeltől estig én akartam lenni a világ legjobb jazzgitárosa, de valószínűleg azért, mert a legjobb haverjaim ezt értékelték. Tehát, hogy egyszerűen másfél fordították mások a figyelmemet, és ez, de persze én továbbra is hallgattam dalokat, meg szerettem őket, csak valahogy nem ezt csináltam. Aztán ugyanott folytattam, ahol 20 éves koromban bajtam. Ez csak bennem van az ambíció, persze, bennem volt mindig.
ez csak egy felvetés volt a Tomi részéről, de hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy az, aki író vagy dalszövegíró, az más karakter, mint zenész. Tehát, hogy ez, hogy miért kicsi a közös halmaz? Hát ennek szerintem nagyon mély antropológiai, vagy nem is tudom, mély lélektani okai lehetnek. Mindesetre a tapasztalat az legalábbis számomra eléggé ekként alakult. Hát sok ilyen vicces anekdotát tudnék elmondani arról, hogy mondjuk zenekari próbákon én gyakorlatilag hosszú hónapokon át ilyen kis izolált szigetként élem meg a funkciómat, mikor nagy délrel durral nekilátok egy-egy új szöveget bemutatni a próbán, aztán hát frusztráltan veszem észre, hogy a zenész kollégáknak ez nagyon szépen elmegy a füle mellett, és magamra záródok a brilliánsnak vélt soraimmal. Majd fél év múlva, mondjuk fél évvel a mondjuk lemez megjelenése után, ez csak megszólal az egyik zenekartag, fú, ez tök jó ez a dal, vagy tök jó ez a sor, vagy dalszeg. Szóval látszik, hogy egy zenészi agykarakter az teljesen máshogy működik, és nem is szabad elvárni, hogy így működjön, mert valószínűleg akkor meg nem tudna ennyire jó zenész lenni. De hát mondom, azért ne feledkezzünk el például Charlie Chaplinről, aki hát nem csak, hogy világtörténelem egyik legnagyobb színésze és rendezője volt, de maga írta a zenéket is a filmjeihez, tehát vannak multifunkcionális tehetségek, úgyhogy kinek mi adatot. Most, hogy ezt mondod, nekem is beugrik, hogy több olyan zenekarnak voltam tagja, ahol jóval azután, hogy elkezdtük játszani a dalokat, ott így egyszer csak mondták a zenészek, szerintem a 172. hallgatás után, hogy te figyelj, milyen jó annak a dalnak a szövege. Tehát, hogy tényleg másra figyel. A fókusz teljesen, abszolút. Nálatok ez van egyébként a Honey Beast-ben, Zoli? Igen, van. Bár ugye nálunk kezdettől fogva nagyon fontosak voltak a szövegek, tehát... Tehát én azt gondolom, hogy a zenekarnak a sikere, meg egyébként Magyarországon ez szerintem úgy van, hogy az emberek nagyon szövegcentrikusak. Tehát hamarabb megbarátkoznak egy dallal, vagy nem tudom, tehát a szöveget nagyon figyelik. Ez mondjuk néhány slágernél talán nem tűnik fel, de nekem az a tapasztalatom, hogy valahogy a szövegre odafigyelnek az emberek, és nekem meggyőződésem, hogy az első egy-két dalnál nagyon fontos volt a szöveg, úgyhogy a zenekarom tagjai azóta is ezt nagyon fontos szempontnak érzik, és nagyon figyelnek. Meg hát valahogy mi úgy válogatottunk össze, nem tudom, meg barátság van, tehát nem feltétlenül a zenei kvalitások, hanem inkább a közös értékrend az, ami ezt a zenekart összetartja nagyon. Nagyon érdekes módon. Tehát ez nem egy ilyen szupergrup, hogy azért legjobb dobos, legjobb gitárs, hanem így együtt csinál, tehát együtt alakult ki az egész. A szöveg szemlélete, vagy a szövegértelmezés is. Nagy dolog. Tomi, nálad hogyan kezdődött ez az alkotóvá válás? Hát érdekes módon nálam először inkább az jelent meg, hogy maga az előadó művészet ezen belül is inkább az expresszív, hatásos üzenetközvetítés a színpadról, tehát hatásokozás és egyfajta szuggesztív, ilyen drámai tónusú nagyon megmondás a színpadról embereknek. Ez volt az, amit első koncertünkön 1980-ban a illegálisan megtartott Kassák Klub beli koncertünkön, mint életélményt megtapasztaltam. És akkor még nagyon béna szövegeket írtam, tehát a Zolihoz hasonlóan, ugye akkor voltam 17, és katasztrofálisan nagy baromságokat hordtam össze, de hát valahol el kell kezdeni, és akkor szerintem úgy nem nagyon látszott, csak az látszott, hogy ez a csávó valamit nagyon itt le akar tarolni, és leuralja itt a légkört, de hogy ezen túl van verbális vagy gondolati mondani valója, az nem. De mondjuk ez nem meglepő egy 17 éves embertől. De aztán néhány év hát mindenféle csapongás és egyéb szellemi mélyrepülések után elkezdtem megtalálni azt a szövegvilágot, ami
amikről aztán később az akkori szövegeim nevezetesek lettek, amikből most nem kívánok idézni, de jó néhány vált szállóigévé. És tulajdonképpen 1986 februárjában megírtam az első magyar tulajdonképpen klasszikus rappet, és onnan még néhányat. Majd de sem volt azonos azzal a fajta rappel, amit 1980-ban a Curtis Blow és társai kitaláltak Amerikában, hanem ez egy ilyen abból hatásként keletkező, teljesen más műfaj volt. Soha nem másoltam, hanem csak engedtem, hogy hassanak rám dolgok, és ez nagyon hatott rám. Ráadásul, mivel énekelni igazából sosem tudtam, tehát klasszikus belkántó jellegű énekhangom soha nem volt, és valószínűleg nem is lesz sajnos. De ezért ugye a szövegcentrikus előadásmód mindig is nagyon vonzott. És aztán egyre jobban értem, hogy van is, mit mondanom. És utána tulajdonképpen ez a, hogy is mondjam, nyelvi lelemény, illetve szójáték alapú, de mégiscsak filozofikus mélységű verselési stílus, ami valahol félúton van a vásári kikiáltás és a József Attila között, vagy a Szenes Iván és Radnóti között, tehát valami olyan határterület, ami egyszerre irodalom, egyszerre zene, egyszerre pedig egy ilyen érdeket sértő, bizarr valami. Ez úgy gondolom, hogy ez így védjegyemmé vált, és aztán amikor én megtértem 1987-ben, akkor egy teljes szellemi, lelki szemléletváltozás történt, és nagyon sokáig kizárólag ilyen mennyre fókuszáló és Isten dicsérő jellegű dalokat írtam. Azt nem mondom nagyon sokáig, de egy-két évig, amíg... Egy fél pillanat, hogy ne szaladjunk ennyire előre, mert hogy szerintem most átugratunk egy nagyon fontos időszakot, hogy mondod, hogy elkezdtél ráérezni arra, hogy mi is a te világod. Aha. Van a csávó, meg a szavak tárháza, ami kimeríthetetlen, és hogy ezekből kezd el az ember úgy összegyűlni valamit, hogy az eleje az butuska, hogy az ott ilyen ügyetlen, vagy akár ostoba, tehát hogy nekem mondjuk az első dalszövegem az Óda a patkányhoz, amit így kikérek magamtól, tehát hogy ezt így ne, és közben meg nyilván ez volt az első lépés, tehát hogy ez ugyanúgy kell ahhoz, hogy az ember eljusson oda, hogy egyszer csak ír és arra kíváncsiak, és jó helyen kíváncsiak rá, de hogy kezdesz arra ráérezni, hogy fú, nekem ez tetszik. Az addigiak meg még nem annyira, vagy hogy érted, hogy ez, hogy mi az a érzés? Ha érted a kérdés. Abszolút, de hát ez szerintem milyen összefügg a egyetlen a művészet miben létével, de majd nyugodtan szakíts meg Zoli te is, ugyanis a művészet ez egy nagyon nehezen definiálható dolog. Én minél jobban haladok előre a korban, úgy próbálom közelebbi és megfoghatóbb definíciókkal vagy megragadni a lényegét. Tehát valami olyasmi, aminek a léte teljes mértékben luxus, teljes mértékben fölösleges, de ebben a fölöslegességében van a nélkülözhetetlensége. Semmilyen más dologi funkcióval nem bír, nem, ezért nem hasonlítható semmilyen anyagi, dologi, tárgyi valósághoz, viszont ha nem lenne, akkor mégis borzasztó lenne nélküle a létezés, és emiatt van az, hogy egy olyan újraértelmezése, sűrítése, visszatükrözése, kinek hogy tetszik a valóságnak, a személyiségnek, az emberi lényegnek, a szívnek, amely a hétköznapi funkcionalitáson túlmenően hordoz valamit. Na most éppen ezért csak akkor tud az lenni, és ez igaz most visszatérve konkrétan a dalszövegírásra vagy a költészetre,
hogyha megvan benne az a szikra, amelyre az előbb rákérdeztél, vagyis az, hogy egyszer csak ez élvezetessé, kifejezővé, megragadóvá válik. Számodra. Tehát, még ott nem is. Tudom, hogy a közönségnek is tetszik. Egyelőre én azt érzem, hogy így kb. Azt a hatást keltem vele, amit szeretnék. Egyébként te magad is kiemelted a hatás szót, hogy te hatást akartál kelteni. Ja, tessék, bocsánat, nekem nem értettem. Igen. Ja, bocsánat, csak a lead értettem, de gondoltam, hogy más lead. Ráegzés. Jó, oké. Okay. Kínai kollega nincs. Most nincs itt, áll Isten. Szóval az első ráérzésünk a saját produktumunkra, amikor olyan, mintha az már kezdene a sajátunk lenni. Az nagyon érdekes dolog, ugyanis én azt érzem a sajátomnak, ami gyengében sikerül. Tehát ami jól sikerül, arra úgy tekintek, mint hogyha nem is én csináltam volna. Tehát így elválik tőlem, és így nézegetem kettelve, hogy de jó kis sorok, de jó rím, de még milyen áthallások vannak. Én is magam is meglepődök, hogy visszaolvasok egy verszakot, és még ilyen jelentése is van, olyan jelentése is van, olyan, mint hogyha most nem akarok ilyen misztikus ízékbe belemenni, de tényleg olyan, mint hogyha valaki diktálná a jobbakat. Ami nem sikerül, ami ilyen kinkes, olyan is van, de nem fogom elárulni, melyik dalszövegem az. azt úgy látom, hogy ezt én csináltam, azt látom, erre. igen, meg benne van, ja még, oké. Okay. Meg benne van ott, tehát látom a folyamatot, hogy ez hogy jutott eszembe, meg egyáltalán, hogy alakult ez ki. De nálam ez annyira nem tudatos. Tehát meg Tamásra reagálhatok, amit az imént mondott, hogy van egy óriási különbség közöttünk, hát egyrészt az, hogy én 17 évesen meg 20 évesen se írtam jó dolgokat, másrészt meg én nem vagyok énekes, tehát meg semmilyen olyan előadó vagyok, de hangszerrel, tehát, tehát nem a hangommal adok elő, még ha az rap, vagy ének, vagy valami, nem és azért, sőt, mi több, én a zenekarom énekes nőjének írok dalszövegeket, ami ugye még egy áttétel. Úgyhogy én nem is az a kifejezett, hogy is mondjam, az a dalszerző vagyok, ami, tehát nem olyan értelme vagyok dalszerző, mint mondjuk, mit tudom én, Bob Dylan, vagy nem tudom, kit emlegessem, aki nincs körünkben, aki így gyakorlatilag, amit gondol a világról, azt így egyes szállású szemébe, hogy így magán át elmondja. Hanem nálunk többszörös áttét van. De hát, vagy áttétel van, igen, transformáció. De ettől függetlenül nyilván ezekben a szövegben én is benne vagyok valahol. De mondom, részemről ez nagyon nem tudatos. Nagyon nem tudatos, hanem egy ilyen elég sok, olyan, mint hogyha egész életemben, most úgy érzem, hogy eléggé ott tartok, hogy mint hogyha egész életemben arra készültem volna, hogy majd egyszer dalszöveget írok, és valószínűleg lehet, hogy így lett volna rendjén, hogy ez így is marad, hogy csak így készülök rá, de aztán úgy hozta az élet, hogy egyszerűen muszáj volt elkezdeni, tehát, hogy óriási különbség van a Tamás meg az én attitűdöm között, mert nem feltétlenül, én nem úgy kezdtem dalszöveget írni, hogy valamit gondoltam a világról, és na, ez lesz az a forma, amiben én a gondolataimat megfogalmazhatom, csomó másmilyen módon fogalmaztam meg, egyszerűen így hozta az élet. Persze, tulajdonképpen így indult a beszélgetésünk, hogy egy olyan szakmáról beszélünk, aminek nincs iskolája. Az orvosnál, hogy mit a biológiából tök jó vagyok gimibe 1-től 4-ig, utána rábeszél a biológia tanár, hogy felvételizzek, akkor nem tudom, elmegyek, elvégzem 6 év, utána... Tehát, hogy nyilván ennek van egy folyamata. Itt meg egyszer csak azokká válunk. Hát ez azért nagyon érdekes, mert ráadásul ez a műfaj, amiről beszélünk, most Rőrig Géza barátom szavait fogom idézni, hogy a dal a műfajok királynője, már pedig ő ugye a filmvilágában is jártas, meg az irodalomban is. Hoppá! Itt vagytok? Igen. És tehát van összehasonlítási alapja profiként is,
és mégis ezt mondja. Tehát ezért érdekes, hogy mégis ennyire autodidakta, vagy ha úgy teszik, teodidakta jellegű a képződése egy dalszövegírónak. És ezt azért mondja szerintem a Géza is, és én is ezért gondolom, hogy igaza van, mert maga a dal egyik legősibb műfaj. Másrészt a zenének és a szövegnek, vagyis ha úgy tetszik, a zenének és az irodalomnak egy olyan optimális fúziója, egy olyan egymást erősítő szinergiája van benne a dalban, amit külön sem a szöveg, sem a zene nem érne el, legalábbis egy jó dalban. Noha külön is nagyszerűek a dallamok, a harmóniák, a ritmus és a szöveg, de az egész együtt az egy olyan plusz töbletet ér el, ami miatt nem véletlen, hogy a modernitásban, illetve a posztmodernitásban, tehát a 20. század második felétől ez a műfaj vált tulajdonképpen az összművészeti ágazatok leghúzósabb, legközkedveltebb műfajává. És ehhez képest mégis érdekes, hát nyilván vannak iskolák, de azért szerintem tudjuk azt, hogy lehet szerintem jó szakembereket képezni valószínűleg ezen a területen is, de az igazi szikra, ami azért valljuk be, még minket sem minden egyes alkotásunk minden pillanatában jellemez, hanem valami különös módon néha nagyon, és ekkor van az, amit a Zoli is mondott az előbb, hogy hoppá, ez már szinte nem is én voltam. Uh-huh. Hát én azt nagyon imádom, és emlékszem az első dal szövegemre, ami így készült, és akkor már én viszonylag régóta írogattam különböző produkcióknak, amikor arra jöttem rá, hogy én egy dalszövegen belül azt csinálok, amit akarok. Hogy olyan világot teremtek meg, amilyen világot én teremteni szeretnék. És hogy azon kívül, hogy van egy ilyen isteni szikra, és egyébként ez nem biztos, hogy jó, de hogy van a szabad teremtés lehetősége. És azt hiszem, hogy bennem azóta, hogy ez megfogalmazódott, történt valami, amit én egyébként egy nagyon jó dolognak gondolok, és akkor majd, vagy lehet, hogy azt fogjátok mondani, vagy azt fogják mondani, hogy nézzük, hogy na, ez látszik is a Marcin, hogy én az utóbbi időkben én nem éreztem az isteni szikrát. Uh-huh. A saját teremtésemnek a lehetőségeit érzem. Azt tudom, hogy egy dalon belül egészen különböző hatásokat tudok kifejteni. Ez azt jelenti, hogy jól megtanultad ezt a mesterséget, de ez nem áll ellentétben azzal, amit az előbb mondtam, mert szerintem a kettő az válvetve fejlődik, tehát minél többször lépi át az ember saját korlátait, és nyílik meg számára valami igazán mély, intuitív tartalom, és túlnő azon, amit tervezett, gondolt, vagy szándékozott. De hát minél többször írja át az ember ezt, az nyomot hagy benne szerintem, és ez létrehoz egyfajta profizmust, vagyis azt, hogy ahogy Esterházy Péter kifejezte, hogy egy bizonyos szint fölött nem megyünk egy bizonyos szint alá. Tehát, hogy egész egyszerűen elét tesznek egy dallamot, és záros határidőn belül biztos, hogy fogsz produkálni valami olyasmit, ami hallgatható lesz, sőt szórakoztató. De azért ez nem zárja ki azt, hogy viszont vannak olyanok, amikkel érzed, én is például most több olyat írok, amivel érzem, hogy nem szabad sietni, és minden sorért direkt meg akarok küzdeni, be tudnám fejezni már tízszer is máshogy, de nem akarok panelt, hanem a legjobbat akarom. Hát igen, pont erre céloztam az előbb, hogy de hogy ezek közül, amiről én beszélek, ugye a saját alkotásaim, hogy van-e az, amire azt mondja, hogy na ott van az isteni szikra, amire azt mondja a hallgató. Érted? Tehát, hogy ne az van, hogy ezzel a fajta profizmussal, ahogy te nevezed, hogy valami eltűnt a munkáimból. Azt nem tudom, ezért ez egy nehéz, szerintem ez egy, nem egy
nem egy ilyen kontúrosan válik el, hogy itt kezdődik az isteni szikra, itt eddig tart az emberi, hiszen azért, hogy is mondjam, immateriális dolgokról beszélünk, tehát nehéz rámutatni, hogy eddig és ezután. Hát igazából abból lehet lemérni, hogy amikor a hallgató befogadja, akkor mit él át. És szerintem ez a legdöntőbb. Jó, átugrottunk megint egy témát, amit én kérdeztem másodszor, hogy te hogyan éreztél rá a saját stílusodra? Tehát mi volt az első olyan, vagy mik voltak azok az első munkák, és nem is feltétlenül konkrétan a dalszövegekről érdemes beszélni, hanem az érzésről, amikor azt érezted, hogy fú, ez mintha egy olyan Pajor Tomi lenne, ami már benned született újjá. És ez pedig az, amit a, nem tudom, irodalomórákon Marika néni és Gyuszi bácsi adott át. Hát valamikor a 80-as évek közepén, mondom, amikor az első repjeimet megírtam, és ami hát érdekes módon, hogy valahogy messze túlnőtt azon, mint amit én bármikor is elgondoltam vele, hiszen azóta tényleg úgymond generációkkal találkozom, azután, hogy én kiszálltam igazából ebből, akik ugye arról reggelnek, hogy ezen nőttek fel, meg mekkora. Én erről annyit tudok mondani, hogy vannak olyan, szerintem, tehát ebbe belejátszik azért egy olyan külső történelmi, objektív konstelláció is, amiben ha az ember, mondhatnám véletlenszerűen vagy sorsszerűen bekerül, akkor ez így feldobja, anélkül, hogy ezt az ember akarná. Persze nyilván ezek jól megírt szövegek, de az én esetemben szerintem egy történelmi konstelláció hozzájárult, nevezetesen az, hogy az underground műfaj épp akkor készült átlépni a mainstreambe. Mindez összeinterferált azzal, hogy én közben megtértem, plusz jött a rendszerváltás. Ez az egész úgy dobta ki azt, amit akkor csináltunk, plusz megjelent a Rocktérítő című film, ami máig egyedülálló, mert ilyen, tehát most nem a minőségére mondom, hanem a tematikájára, meg a megvilágítására, tehát ilyet nem találkoztam azóta sem. Az egész így berobban, mint egy ilyen újdonság halmaz a köztudatban, és szerintem ez okozta ezt a robbanást. Ezt visszatérve a kérdés, ezt én a 80-as évek közepén éltem át, amikor ezt úgymond magaménak éreztem, az akkori magaménak éreztem, és hát ott szakítottam félbe a történetemet, utána egy új fejezet kezdődött, de majd erre visszatérünk később, de most Zoli is szóljon meg, vagy te. Nekem van kérdésem, ha Zolinak nincsen hozzáfűzni valója. Nincs. Oké. Okay. Hogy a fejlődésben az is nagyon fontos szerepet játszik, hogy vannak az ember életében olyan pillanatok, vagy olyan állapotok, amikor megállunk. Amikor bocsánat, nem azért fordítom el a figyelmet, mert nem figyelek át, hanem egy pohár vizet, de belemásznak a hangyák, és azt próbálom kihorgászni. Úgyhogy itt vagyok, csupa kül vagyok. Hogy ugye, ahogy mondtam az előbb, hogy a fejlődésnek vannak olyan nagyon fontos szakaszai, amikor az ember megáll, így azt érzi, hogy így nincs hová, nincs motiváció, és akkor újra tervezés van, ami szerintem egy mesterséges folyamat, és ahhoz, hogy az ember mondjuk 45 évesen is dolgozni tudjon, nem tudom ki hány éves, de nem is lenni, de szerintem tudjátok, hogy mi ez Wikipédiás történet, vagy internetes történet. Hogy újra tervezés van, és ezt helyetted nem csinálja meg senki. És amikor az ember ezt meglépi, akkor szerintem nagyon nagy dolgot tesz magáért. Nem másért, magáért. Hogy nektek volt-e már ilyen, és hogyan tudtatok ebből kilépni? Zoli? Igen, úgy érzem, hogy rajtam a sor. Igen. Hát de én már ugye az előbb mondtam, hogy nekem voltak azért nagy kanyarok az életemben, mint egy 20 évig én nem írtam dalszöveget, tehát
amikor volt ez a bizonyos rendszer. Hát én is már felnőtt fejjel értem meg, de akkoriban még nem volt jelentős a munkásságok, nem mint hogyha most az lenne, de akkor még kevésbé. És aztán utána nagyon sok idő eltelt, és valóban engem a szükségvitel, nem feltétlenül az önkifejezés kényszere, hanem a szükségvitel arra, hogy újra hogy elkezdjen dalszöveget írni. Aztán, és amit egyébként az előbbi arra reagálva, amit a Tamás mondott, hogy meg arra a kérdésre is felszólva akkor így utóbb, hogy nekem az volt a nagy szerencsém, vagy az most a szerencsém, hogy egyáltalán így jóval 40 fölött, akkor hagyjuk a Wikipédiát. tudok dalszöveget írni, ugyanis ugye elvileg a líra az a fiataloknak a mestersége, és az epika az aggasztjánoké, mert nem mint hogyha magunkat annak tartanám, csak hogy a dalszöveget, azt mégiscsak a lírához sorolnám. Tehát, hogy azért van, mert nekem kimaradt egy csomó idő, amit más már rég megírt, az akkori életérzéseket. Én még ezekre simán fogékony vagyok, ezek így bennem voltak. És ráadásul egy elég konkrét élettapasztalattal, meg egy rálátással párosulva, tudtak ezek olyanok lenni, amilyenek. Úgyhogy ennyi kiegészíteni valóm lett volna az előzőekhez. Meg tehát, hogy fordulópont nekem az volt, hogy egyáltalán elkezdődött ez az egész történet. Nekem ez volt a nagy fordulópont. Azóta nem nagyon van fordulópont, mert úgy viszonylag az első szövegem, ami így dal lett, meg így ilyen kis szerénkes láger, után már gyakorlatilag az összes többi ismert szöveg lett. Tehát, hogy nekem nincs olyan túl sok dalszövegem, de szerencsére viszonylag nagy százalék. Tehát, hogy mondjam, nincs sok, de azokat úgy ismerik az ember. Mielőtt elindult volna a Honey Beast, vagy elkezdtél volna a Honey Beast-tel szövegeket írni, vagy ráfeküdtetek volna a Honey Beast karrierre, neked így ez így beakadt, hogy én híres zenész akarok lenni, vagy szeretnék egy jó produkciót? Nem tudom. Ez is sodort az élet. Tehát nyilván tizenéves koromban, amikor elkezdtem dalszövegeket írni, akkor is megvoltak példaképeim. Aztán utána én akartam lenni a világ legjobb jazzgitárosa. Tényleg ilyen napi 12 órákat gyakoroltam, míg mások is fetrengtek. Tényleg fetrengtek, én otthon a kis panel albérletemben, a 40 fokban, fürdőgatyájban egész nap gyakoroltam. Tehát, hogy megvan a sztorim. Aztán úgy valahogy az nem, meg volt ott egy zenekarunk, együtt megtanultunk zenélni, egész nyáron próbálgattunk. Viszont ez egy ismeretlen zenekar volt, úgyhogy nem volt szükség dalszövegekre. Aztán meg család, mindenféle irányok. Tehát igazából nem volt ez eltervezve. Elkezdtük ezt a Honey Beast dolgot, mert szerettünk volna csinálni valami sajátot, valami olyan zenéket, amiket mi is szeretünk, mert mindenféle zenekarokban játszottam, még parti zenekarban is. Egyébként abban nagyon sokat tanultam, hozzáteszem. És nem csak zenélést, hanem alázatot, meg mindenfélét is. És aztán utána ugye volt először az angol nyelvű verzió, és aztán lett a magyar nyelvű verzió, és egyszerűen hozta az élet. De azt gondolom, hogy ezek a szövegek ettől függetlenül, amiket írok, és olyan az elmondásom alapján kicsit olyan esetlegesnek tűnök, az eléggé tudatosak, mert van egy határozott elképzelésem arról, ami körülöttünk van, azt megpróbálom nyilván belecsempészni. De szóval igen, nekem nem voltak ilyen nagy törések, mint amit, vagy nem is törések, hanem ilyen nagy válaszolónak, én nem vagyok ilyen, hogy mondjam, popzenei ikon és legenda, mint a Tamás. Én nem tudok ilyen történelmi útról beszámolni. Nekem ez az utóbbi pár évben történt meg, és tökre örülök meg, hogy ez megtörtént. És ez egy, olyan, mintha újra fiatal lennék, vagy nem tudom, hogy újra élem a... Az is vagy. Hát egyébként tényleg felfigyeltem a Honey Beast hallgatások közben többször is arra, főleg most az utóbbi időben több. Már az első dalszöveg is igazából tetszett, ami a Dal című műsorban volt, de most az elmúlt egy-két évben, egy-két hónapban hallottam olyat, ami kifejezetten színvonalasnak éreztem. Úgyhogy gratulálok. Itt hozzáteszem, hogy szerintem a magyar pop történelem egyik legszomorúbb dala az az Én kis falumban.
Az, fia, az olyan mérhetetlen szomorú dal, szöveg, szóval, hogy én ezt meghallom, a szívem facsarodik bele. Na, oké. Jó, hát sír amíg a magyar, tehát nem feltétlenül szomorú ez olyan értelemben, de hát ilyen édes bús, ilyen kis melankolikus persze. Tomi, neked ezek az ilyen nagy vízválasztók. Hát a legnagyobb vízválasztó, ahogy már belekezdtem, az igazából messze túlmutat a magán a dalszövegére, vagy bármiféle művészeti műfajon. Az a sorsom közepén és a szívem közepén hatolt és haladt át. Igazából, mert a megtérés, amit bibliai értelemben annak hívunk, az egy olyan folyamat, amikor az emberi sors kifordul a sarkából, és azért vagyok kénytelen erről néhány szót szólni, annak ellenére, hogy nem erre irányult közvetlenül a kérdés, mert összefügg a válasszal. Abszolút. Tehát igazából ez az, amikor az emberi létezés kifordul a sarkából, az ember elereszti mindazt, ami önmaga, ahogy Jézus mondja, hogy aki elveszti az életét, én értem, az megtalálja, tehát nem egy örök semmi beugrás, hanem egy magasabb minőségbe való visszakapása a létezésnek a cél, az életnek. És ez egyben azt is eredményezte, hogy amikor én amikor megtértem ezeket a 87 októberében, akkor én utána a szó mondjuk spirituális értelemben újra gyerek lettem, és ennél fogva, ahogy el is kezdtem, az első években igazából egy nagyon szűk nyelvkészletből táplálkozó, de azt őszintén használó Istennek szóló dalokat énekeltem. Aztán is írtam, egyébként a mai napig is írok ilyeneket, mert ezt fontosnak tartom, közösségi éneklés céljából, de aztán, ahogy teltek az évek, egyrében éreztem azt, hogy hát végső soron hívőként nem csak, hogy megvan a szabadságom, hanem még inkább megvan a szabadságom, hogy bármiről írjak, a kábítószertől kezdve a holokauszton át, a családi tragédiákon keresztül a történelmi filozófiai kérdésekig, bármiről, hiszen ez nem a gondolkodás és a kreativitás feladása némely talán rossz ízű közhiedelemmel ellentétben, hanem éppenséggel pontosan a kreativitás meghatványozódása, és hát ennél fogva így szépen azt gondolom, hogy fejlődgettem az évtizedek során, és igazából egy olyan nagyon érdekes, én sem megyek bele most a saját életkorom nominális kifejezésébe, de kitapogatható a megfelelő helyeken. A lényeg az, hogy kb. egy olyan 5-10 éve, ami azért érdekes, mert hát azért annyit elárulhatok, hogy elmúltam 18, tehát ilyen 5-10 éve találtam meg egy olyan új nyelvet, ami azért mindig benne volt abban, amit csinálok, de azt gondolom, hogy most egy sokkal koherensebb és mélyebb formában van. Ez a bizonyos ilyen nyelvi leleményeken alapuló, de filozófiai mélységű vers, és mondjuk csak egy példa, hogy ne legyen annyira elvont és fogalmi az, amit mondok, tehát mondjuk amit a Mesterséges Ember című dalversenyben, ugye most elneveztem, hogy ne rap legyen, hanem valami, ami csak engem fémjelez, tehát szózene, vagy dalvers, vagy saját gyártású szlogennel dalliteráció, és tehát körülbelül így fest egy ilyen dalliteráció, hogy a fákat még a szilveszteri szélvész töri, a gázon még az árvízkori félkész pöri, jó lenne felolvasztani és többé nem elveszteni, mindazt, ami fontos, újra elkezdeni. A híreket nézed, az ebéd megül, a műsor szándéka mögül, egy mogul, árnyéka vetül, a képen egy hadúr, fenyeget vadul, hol is van Kabul? Ez a zóna hol terül el? És ki ez a gyilkos bulterier? Beremeg alatta a komód, ahogy üvölt bikamód,
de te otthon magad meg nem adod, sőt, adod magad. Ez az ön részed, mert a költészet verbális törkészlet. A lélek ki az égre fölnézett, és a földrészeken át fürkészet, természet, más, mint a neten, böngészet, porfészek. De mit tehet az ember, hogyha nem mer? Ha nem tud bánni igennel, és nem mer? Ha arcára redőd az emkevés, 50 év Pesten, ez nem kevés szenvedés, de a nem engedés is több, mint a nem tevés. Lelke terhelt, mint az ingatlan, ez az ingetlen, bűnkatlan és irdatlan, méltatlan az órabére, elered az óravére. A HRS, a rákeres, vajon infót róla kére. Hóba, hébe, jóha téve, mindezek okán nyúlt a pohár után, tropán, bután, és jött a sok torkán, gurulópia folytán, urológia. Jó, hogy van hozzá boruló fia, mert itt kevés a puszta teológia. És akkor az a refrén, te mesterséges ember, hív az emberséges mester. Nem kell félned, nem kell, itt az élet kezd el. Szóval ilyesmi a szózene. Ja. Arra gondoltam, miközben mondtad, hogy igenis összefügg a te megtérésed a dalszövegíróságoddal, hogy szerintem az ember emberi fejlődése is összefügg a dalszövegírói fejlődésével. Nyilván többet látsz, sokkal több esik le a világból, sokkal több a tapasztalatod, és hogy ezek a nagy krízisek, az élet során átélt nagy krízisek, amiből azért van jó pár, hogy ez, ha közben az ember dolgozik és csinálja a dolgát, írja a dalait, a dalszövegeit, akkor ez úgy természetszerűleg a kettő így együtt megy tovább. Olyannyira, hogy szerintem a kettő nincs is meg a másik nélkül. Bár hozzáteszem, hogy ismerek, mondjuk zenészek között is van ilyen, dalszövegírókat nem ismerek, akik nem jó emberek, és egyre kevésbé jó emberek, úgyhogy közben meg egyre jobb zenészek. Tehát, hogy valaki egyáltalán nem foglalkozik azzal, tehát, hogy most ezzel csak gyakorlatilag meghazudtolom az előző mondatomat, hogy nem kell, hogy együtt fejlődjön. Én azt hiszem egyébként, hogy akkor jó, hogyha fejlődik. Mit gondoltok erről? Na, hogy együtt fejlődik. Sajnos a kultúrtörténet nagyon szerény ismeretem szerint, de hát a Zoli tanult irodalmat sokkal műveltebb, mint én, de amennyire én ismerem, hát ugye sajnos sok példát lehet említeni, hogy a jellem fejlődés, nem ugye a jellem fejlődés, hanem a jellem leépülés inkább néha kéz a kézben áll egyébként a zsenialitással is. Tehát most nem akarok neveket mondani, de a kortárs világban is tudnánk sajnos mondani neveket. Most én nem azért mondom, mintha én magamat egy ilyen szuper jó embernek tartanám, tehát nyilvánvaló, hogy nagyon messze állok a tökéletességtől, de az ember úgy törekszik a jóra, és az valóban fontos szerintem, hogy meglegyen a koherencia, a jellem, és amit kifejezünk közötte. Igen nagy baj az, hogyha az elkerülhetetlen, hogy esetleg ne lépjenek fel zavarok és távolságok, hiszen tökéletlenek vagyunk, de az viszont igen nagy baj, hogyha mondjuk a jellem és a személyes sors a szöges ellentétben áll a produktumokkal, vagy annak az abban lévő esetleges magas színvonalra. Zoli? Hát nagyon zavarba ejtő ez a kérdésfelvetés, hogy az emberi minőség meg a művészi teljesítmény között milyen összefüggések vannak. Tényleg rengeteg példa van, amikor az ember döbbenten áll, hogy milyen minőségű emberek, vagy emberek, akik bizonyos dolgokat tettek, milyen elképesztő szellemi produktumot hoztak létre. Én azért tényleg köszönöm, Tamás, hogy átengedted nekem, de azért mondanék egy-két példát, tehát most tényleg így Dion-tól Charles Bukowski-ig, ugye ez egy elég hosszú, és direkt nem mondtam magyar példákat. Holottról hosszat vagy semmi, csak az élőkről ne beszélj. Így van. Tehát, hogy, és nyilván manapság, tehát, hogy ezt igazából én ezt a kérdést úgy
hogy mondjam, válaszolnám meg, vagy egy problémát úgy oldanám fel, hogy szerintem igazából nincs olyan jellegű összefüggés a kettő között, hogy az egyik a másikat kizárna. És valószínűleg sokkal mélyebb összefüggések vannak, és például a Csarkovszki esetében nem véletlenül mondta ezt a példát, egyébként nagyon vicces, mert a fiam kedvenc írója, nem is feltétlenül az enyém, mondjuk ennek én annyira nem örülök, de a minőség az Tamás eltűnt. Aha, kép és hang egyaránt. Ja, szerintem ő most nem a telefonjával, hanem leül egy gépen, gépnél van. Nem, oké. Ez a szuper. Szia. Welcome on board. Ott nem voltál, annyiban módosítottam az előző kérdésemet, kijelentésemet, hogy a jellemfejlődés, vagy a karakterfejlődés, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az ember jobbá válik. Több ember lesz belőle, egyszerűen csak így a kríziseit, vagy pont, hogy nem. Persze van negatív jellemfejlődés is, persze. És bőven van példa. Tehát érdekes dolog a művészet, mert ez érdekes dolog, mert nem kategória, tehát nincs szerintem okvetlenül morális funkciója, bár nem árt, hogyha van, de... Hú, de kár, hogy most szakadozik. Nem, hogy tudatosan legyen és tendenciózusan legyen, hanem csak ha van, akkor az jó, de ez soha nem lehet didaktikus, mert akkor meg a művészet lényegével kerül szembe. Na most ez is hozzájárul ahhoz, hogy vagy talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy ahhoz az előző dilemmához, amiről beszéltünk, hogy nem okvetlenül jár kéz a kézben a művészi pozitív jellemfejlődés, vagy egyáltalán csak az, most hagyjuk a pozitív jellemfejlődés, egyáltalán az a kifinomult, érző lélek, ami sok esetben megjelenik egy nagy mű mögött, az az emberismeret, ami azért feltételez egyfajta szeretetet, intelligenciát, a valóság látását, és mégiscsak egy pozitív segíteni akarást, ez nem feltétlenül jön át sokszor a személyiségen, illetve hát ugye azt is látjuk, hogy a történelem azért mindig kínál ördögi alkukat is, de pont a Faust erről szól, és a korunk, vagy nem is a korunk, hanem az ezt megelőző kor, de ez be is átnyúliknak egy ilyen paradigmatikus gondolat, ez a fausti gondolat, hogy végsősorban pontosan az esztétikai gyönyörért, az alkotás nagyságáért az ember eladja a lelkét a gonosznak, és hát sajnos erre is van példa. Tehát ez pontosan az ellentéte annak, amit szerintem azért meg lehet valósítani, mert azért én abból indulok ki, hogy itt van körülöttünk ez a világ. És nyilván itt elválnak az utak, a teista és az ateista megközelítés. Én ugye, ahogy ezt nem is rejtettem véka alá, meg tudják rólam, hogy én hívő vagyok. Tehát én abból indulok ki, hogy a világnak van teremtője, okvetlenül kell, hogy legyen, mert ilyen összerendezettségű és ilyen bonyolultságú és szépségű és rendszerszerű valami, mint ami a létezés, az ok nélkül nem jöhetett volna létre, még ennél sokkal banálisabb dolgok se jönnek létre ok nélkül. Ha pedig van, akkor az ebben lévő sokszínűség és a funkcionalitáson túlmutató, haszonelvűségen túlmutató pazar gyönyörűség önmagában a művészet létrejöttének az előzménye, és mi kisbetűs művészek, csak a nagybetűs művészhez képest alkotunk, tehát
abból dolgozunk, ami már van, ő pedig a saját szavával teremtette mindezt. Zoli, mond, akarsz hozzáfűzni valamit? Nem, csak pont az jutott eszembe, hogy ezért, valószínűleg ezért érzi azt az ember, amikor valami olyat csinál, amit ő is tud, hogy jó, hogy azt nem ő csinálta. Tehát, hogy itt, mint hogyha lenne valami erő, ami mozgat. És tényleg, én halálkomolyan hiszem azt, hogy tehát egyébként, amikor az ember egy akár egy dalszöveget, vagy bármi más létrehoz, akkor egy picit ebbe így belekóstol, hogy milyen lehet a teremtés, vagy legalábbis kap egy ilyen pici vázlatot. Mert ugye semmi úgy gondolja, hogy semmiből valamit létrehoz, de aztán meg csalódottan látja, hogy de hát ez a szépséghez, amit itt létrehoztam, nekem ugyan miközben van szó, szaros kis pondrónak, tehát hogy na, abszolút egyetértek. Hozott anyagból dolgozunk, szóval csak abba belegondolunk, hogy mondjuk a csendes óceán közepén jelenleg hány olyan halfaj és mindenféle tengeri herkentyű létezik, amit valószínűleg ember soha életben nem is fog látni, és csak úgy, just for fun, azért van, hogy szép legyen a nem is tudom kinek, egymásnak, vagy önmagának. Tehát ez egy olyan túláradó szépség, ami a természetben megjelenik, és bár az ember sokat tett azért, hogy ezt lerombolja, de azért nem sikerült teljesen. És hogyha viszonylag normálisak vagyunk, vagy próbálunk törekedni a jóra, akkor azért az emberben is van valami olyan megfoghatatlan szellemi szépség, a sok rúdság és aljasság ellenére is, vagy tud lenni mondjuk így, tehát megvan a lehetősége, hogy legyen, és ez is már nagy dolog, ami kell, hogy feltételezzen valakit, aki mint egy művész leül a vászon elé, vagy a kamera mögé, vagy a hangszer mögé, és előadja azt, ami korábban nem létezett. Na és ez a mű az, aminek mi is mozgó részei vagyunk, és ehhez képest alkotjuk a művészetet. Én innen vezetem le egyébként a saját tevékenységem, vagy ilyen irány tevékenységem legitimitását. Nekem nagyon tetszik ez a gondolat, ez a tökéletes rendező elv, de hogy ez azt feltételezi, hogy, és ráadásul én sem vagyok egy hitetlen ember, ez azt feltételezi, hogy a kis teremtőket, a kis alkotókat, a kis dalszövegírókat is tulajdonképpen a jó Isten teremti. Hát persze. Tehát, hogy gyakorlatilag az ő keze, ugye, és ez már ugye szó volt erről, és hogy érdekes, hogy pont Zoli hozta szóba, hogy gyakorlatilag a mi kezünket, a mi antennáinkat, azt ő irányítja. Tulajdonképpen ezt mondod. Ez egy... Hát irányíthatja. Mindenesetre az antennákat ő hozta létre. Tehát, hogy az, hogy... Nem hiszem el. Ja, most itt vagyunk? Itt vagyunk. Hogy tehát azt, hogy mindenesetre, hogy az ember, egyik embernek ahhoz van képessége, hogy pont most olvastam Bill Gatesről egy cikket, hogy 8. osztályos korában megnyerte az iskolai, vagy nem is állami matematika versenyt, úgyhogy abban a 12 osztályosok is benne voltak. Ugye ez nem véletlen, és nem független attól, akivé ő vált később. Hát mondhatnánk, hogy panaszkodhatunk, hogy nem ezt az ajándékot kaptuk, de nem biztos, hogy kéne, mert nem biztos, hogy ez annyira jó, de kinek mi a jó. Szóval egy biztos, hogy ő egy ilyen antennát kapott, mi pedig egy másmilyet, és ez viszont meg már megint csak egy megmagyarázhatatlan faktor, de mondom, tehát ez az antennát sok rossz adást is be lehet vele fogni, vagy akár ki is lehet bocsájtani, de jót is. Oké. Én azt hiszem, hogy amit szerettem volna, vagy ahova szerettem volna eljutni, meg hogy valamilyen szinten kezemben tartsam azt, hogy mi a dalszövegekről beszélünk, hogy ezt mostanáig tudtam, hogy én szívesen folytatom veletek a beszélgetést, de hogy ne szaladjunk ki az időből, ha van bármelyikünknek konklúziója ezzel kapcsolatban, az alkotóvá válással kapcsolatban egy mondat, amit el akar mondani, vagy legyen ez 8. Szerintem legyen egy
legyen egy valamikor majd egy 2.0-ás, amikor konkrétan módszertani dolgokról beszélünk, mert az marami érdekes. Lenne meg engem is érdekelne, hogy ti hogy alkottok. Bizony. Mert szerintem most inkább egy nagyon érdekes módon az egésznek egy ilyen filozófikus megközelítését adtuk a dalszövegírás. Egy távolabbi pontról indultunk el a dalszöveg felé, de magáról a dalszövegről és annak keletkezéséről jóval kevesebb szó esett, és szerintem mindenkinek van erről mit mondani még. Én benne vagyok. Abszolút egyetértek, nekem, engem is baromira érdekel. Nekem például nagyon sok módszerem van, és mostában fejlesztek ki újabbakat, mert van az a módszer, amikor a gitárt a kezedbe veszed, és így kiömlik, és alig győzöd leírni. Meg van, amikor egy kicsit lassabb és áttételesebb, és keresed benned van az érzés, valamit mondani akarsz, de keresni kell eszközöket, ami segít ezt kihozni. Tehát abszolút érdekel, hogy Tamás. Én azt javasolnám, hogy mint a jó filmsorozatokat, szerintem azért szakítsuk meg itt, hogy majd a 2.0-ásat is megnézzük, azok, hogy ezt megnézték. Úgy legyen. Én nagyon szépen köszönöm, hogy nyitottak vagytok rá, és nagyon szépen köszönöm a nézőknek is, hogy ezt megnézték. Sziasztok, mindenkinek szép estét kívánok. Én most kikapcsolom a felvételt, illetve ki is lépek, de utána még beszélhetünk, visszajöhetünk. Okay.